főként a gólokat és jó játékot hozó első félidőnek köszönhetően gyűjtötte be a győzelemért járó pontokat a DVTK a labdarúgó MB2 18. vasárnap este rendezett mérkőzésén. Az Ajka ellen végig zuhogó esőben zajló találkozót végig dominált a Kondás Elemér vezetőedző együttese, amelynek ezzel már csak egy pont a hátránya a listavezető mögött. Fehérben a vendég Ajka, pirosban pedig a megerősített középpályával felálló házigazda szerepelt az utolsó novemberi hétvégén rendezett bajnokin, ahol már a 6. percben megszerezte a vezetést a DVTK egy bravúros találattal. Ugyanis az érkező ívelést hátra nyúlva sarokkal továbbította a kapuba Horváth Zoltán. A 8. percben először Molnár járt közel a gólhoz, majd rögtön a szöglet után Eperjesi fejese is közel járt ahhoz, hogy megváltozzon az eredmény. Aztán rögtön az érkező újabb sarokrúgást követően pedig már nem tudott hárítani a vendégvédelem, de a játékvezető kezezés miatt érvénytelenítette a találatot. A 13. percben az ajkaiak is megdolgoztatták Póser kapust, aki szép vetődéssel tisztázott a fejes után. Fél órája tartott a bajnoki, amikor Szatmári saját térféről indította az akciót a labdával Zsolnai tört kapura, és precíz átadásából Könyves megszerezte a 2. Diósgyőri gólt. A 37. percben Molnár kényszerítőzött és a visszapörgetett labdával a hosszú sarkot vette célba, de a kapufa kisegítette a vendégeket. A végig zuhogó esőben az eseménytelenebb 2. félidőben, a hosszabbításban még adódott egy hazai zicser, de az állás már nem változott. DVTK, Ajka 2-0. Nagyon jól kezdtük a találkozót, jól ment a csapat első félidőben, rengeteg kombinatív játékból rengeteg helyzetet tudtunk kialakítani, szép gólokat lőttünk, mentünk még a többi gólért, de az valahogy nem akart jönni. Második félidő is azt terveztük, hogy még megpróbáljuk megterelni az ellenfél hálóját egy-két góllal, de ott már egy kicsit pontatlanabbak voltunk. A DVTK Ajka labdarúgó bajnoki bővebb összefoglalóját, további riportokat keddi sportműsorunkban láthatnak nézőink.